Nem indult jól a mérkőzés a hazaiak számára, a nyírbátoriak még labdához sem értek, amikor a 16. másodpercben már gólt szerzett az ellenfél. Ez meg is határozta az első félidő képét, a házigazda játéka kapkodóvá vált, a jól kontrázó vendégek pedig megduplázták előnyüket. A második félidőben egy öngóllal szépített a nyírbátor, sőt az egyenlítés is a levegőben lógott, de a Putnok szerzett újabb gólt, így három győztes meccs után vereséget szenvedett a Márton István által irányított együttes. Ami nagyon nagy pozitívum volt számomra az, hogy hiába vezetett már szünetre 2-0 a Putnok, az, hogy amit szünetben megbeszéltünk, kicsit átszerveztük a csapatot, onnantól kezdve megnyugodott a játékunk, és azt játszottuk, amit szünetben megbeszéltünk, uraltuk a mérkőzést, innentől kezdve birtokoltuk a labdát, helyzeteket alakítottunk ki. 2-1 után volt reális esélyünk az egyenlítésre, de egy kontrából újabb gólt rúgott a Putnok, amely így nem érdemtelenül nyert. A forduló további eredményei a következők: Nyíregyháza Spartakusz Tája 3-0, Jászberény Felső Tárkány 4-0, Tiszaújváros Cegléd 0-0, Rákosmentek ASK Reac 3-1, 60 Cigánd 2-4, DVTK 2 Újpest 2-0-1 és DVSC Deac Somosese 2-0. A tabella élén a Nyíregyháza Spartakusz áll 64 ponttal, megelőzve az 59 pontos Ceglédet. A 22 ponttal 13. helyezett Nyírbátor szombaton az utolsó előtti Tája otthonába látogat. Tudjuk, hogy nagyon készülnek ellenünk, egy ilyen utolsó esélyként fogják fel a bentmaradás szempontjából. Nekünk nem kell rohanni, a mi pozíciónk hozzájuk képes kedvező, úgyhogy abból indulunk ki, hogy mindenképpen legyünk veretlenek. A 27. forduló további párosítása a következő: Felső Tárkány Tiszaújváros, Putnok Jászberény, Somosese Nyíregyháza Spartakusz, Reac Kazinc Barcika, Újpest 2 Cegléd, Cigánd DVSC Deac és DVTK 2 Rákosmentek ASK.